Hétköznapi a vendégforgalom az élményfürdőben. Bőven van hely a medencékben és a fák alatti árnyékban is. Sokan még nem kezdték meg szabadságukat, de júliusban már valószínűleg hétközben is nagyobb lesz a zsúfoltság Sóstón. Eddig hála Istennek a vendégeink, ugyan még a június az nem az igazán szoros értelembe vett főszezonunk, ugye a július-augusztus tekinthető ennek, de már nagyobb számban látogatták eddig a fürdőt, mint a tavalyi év azonos időszakában, ez mindenképpen egy előrelépésnek és egy pozitív visszajelzésnek tekinthető. Ugye hála Istennek minőségi garanciákat is tudunk nyújtani a vendégeknek arra, hogy remekül fogják magukat érezni. Ugye nemrégiben kaptuk meg a Magyar Fürdőszövetség által három kategóriában is az ötcsillagos minősítést, ami egy nagyon-nagyon komoly szakmai sikernek tudható be. Új medence idén ugyan nem várja a látogatókat, de a korszerűsítés folyamatos a társaságnál, így többek között felújították a fürdővízellátó rendszereit, és elvégzik a kutak szinkronizálását is. A vendégek ebből semmit sem éreznek meg, hiszen a munkák nagyobb része nem zavarja a nagy közönséget. Az értékesítési vezető arra is kitért, tavaly összesen 243 ezer vendéget fogadott a nyári szezonban a park és élményfürdő. Korábban 60% volt a belföldi vendégek aránya és 40% a külföldi. Ez valamelyest elkezdett egymáshoz közeledni, tehát most már ilyen 46%-ban volt külföldi vendég a fürdőben. Nagyon-nagyon jól látszik az, hogy a korábbi évek marketing munkája, amit például Románia irányában nagyon nagy erővel nyitott a város a turisztikai szervezeteknek és az attrakcióknak az együttműködése során. Rengetegen érkeznek hozzánk Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Szatmárnémetiből, eddig is jöttek, de ugye így, hogy beljebb mentünk Romániában, így nagyon-nagyon aktívan érződik az ő jelenlétük. De természetesen továbbra is ugye kiemelt figyelmet fordítunk a szlovák és a lengyel vendégek irányába. Nagyon jó most már, hogy Ukrajna felől vízummentesen utazhatnak be a vendégek. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy sikeres szezon tudhassunk magunk mögött. Az időjárás az egy alapfeltétele ennek. A szünidő kezdetével egyre több fiatal csábít ki a víz és a napsütés a medencék partjára. Ez a baráti társaság a fürdőzés mellett edzéssel tölti a napot. Szerintük aktívan is el lehet tölteni a vakáció üres napjait. Strandra a főszezonban kb. Kétszer kijövünk a srácokkal. Hát tavaly kezdtük el szervezni ezeket a saját szervezésű táborokat. Aztán lehívjuk a sporttársainkat, és akkor kijövünk strandolni egy kicsit. Aztán kihozzuk a minikorlátokat. És edzünk egy kicsit. És hogy tetszik a maga a strand, a vízminőség és a medence állapota? Nagyon jó minőségű ez a strand. Mi nagyon szeretjük ezt a nyíregyházi Sóstóaqua parkot. Jók a csúszdák, a vízminőségével is meg vagyunk elégedve, a dolgozókkal is, és hogy minden prima. A belépőjegyek árai január óta nem változtak, és ezek lesznek érvényesek a főszezonban is. A megszokott szezonális programok mellett június közepétől minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadások várják a gyermekes családokat.